Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Remélem, hogy jól vagytok. Nálunk is minden rendben van, de nagyon-nagyon hideg lett, úgyhogy nagyon rossz most az időjárás. Hideg, szeles, nagyon kellemetlen. De megnézzük most, hogy mit mutatnak a kártyák, ez a fontos. Ennél a felvételnél a három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, és megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a kasza elvág valamit. Az lehet, hogy felmond, az is lehet, hogy lezár bizonyos kapcsolatokat, és utána lesznek változások, mert a gólyák jelentik a változásokat. Ezek a változások olyan hirtelen jönnek, egy olyan pillanatban, amikor nem is számítasz rá, mert ő meglep téged, elmond valamit, hogy ő lezárta a dolgokat, és lesz egy új irány, egy új kezdet. Tehát jön egy meglepetés. És hogyan érzi magát? Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt. Jelenti a változásokat, a megújulásokat. De ez a kígyó lehet egy nő is, és mivel itt megjelenik a kasza, ő lezárta ezt a kapcsolatot, és úgy érzi, hogy ez fontos, hogy kiderüljön, hogy itt legyen ez a nyilvánosság. Persze a kártyák azt is jelenthetik, hogy ő úgy érzi, hogy találkoztok a nyilvánosságon, olyan mellékutakon, hiszen nincs megbeszélve ez a randevú, de össze fogtok futni valahol, és ő ezt érzi, hogy így lesz. És mit fog tenni? Ő áll itt a középpontban, ő hozza majd a döntéseket, és amit a nap jelent, hogy látni akar téged, hiszen a nap megvilágít téged, megvilágítja őt, megvilágítja az eseményeket, itt tisztázódnak és rendeződnek a dolgok. Nyíltan beszél veled, megbízhatsz benne. És mi köt össze benneteket? Itt látható a gyűrű, ez jelenti, hogy mennyire fontos számára ez a kapcsolat veled. Az is lehet, hogyha ő még házas, hogy itt válásról lesz szó, amit a gyűrű még jelenthet, ilyen visszatérő eseményeket, vagy hogy ő visszatér hozzád. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!